Most pedig akkor kifejezetten a második részre tudunk fókuszálni. Yeah. Ahogyan már mondtok, három éve vártuk, és elég régóta lehetett tudni casting híreket. Tudtuk, hogy a könyv a könyvben felbukkanó szereplőket kik fogják alakítani. Ez alapján te mire számítottál, mennyire vártad ezt a filmet, illetve nézted-e a trailereket, mennyire készültél erre a premierre, András? Uh, trélert nem néztem hozzá, ami Aha. általában nálam annak a jele, hogy nagyon várok egy filmet, és hogy igen, igen. minden minden kép kockát a moziban látni először. Uh, úgyhogy, úgyhogy előzetes nem néztem, meg amúgy is tudtam, hogy én ezt nagyon nagyon fogom várni, meg mindenképpen ott leszek nagyon hamar, hogy megnézem a, a, a Dűne második részét. Uh, egyébként így azt gondoltam, hogy körülbelül tehát azt fogja lefedni ez a film, amit a a, a klasszikus dűne regény, tehát ugye a én mindig trilógiának akarom mondani, mert én ilyen kis három kötetbe vágott verzióba olvastam, de ugye valójában egy könyv, meg most már egybe, egybe is jelenik meg, tehát a Frank Herbert féle dűne, és akkor a, a dűne az a következő fejezet, amiből elvileg majd a harmadik rész fog készülni. Szóval, az azt kb. tudtam, hogy ez nagyjából azt fogja lefedni, amit mondjuk a David Lynch féle film, cselekmény szintjén, vagy a klasszik, az a, hát nem klasszikus, de hogy a sci-fi-nak a minisorozata is, a casting hírek is nagyjából erre engedtek következtetni, és igazából nem tudom, tehát nem voltak olyan én ugye a regényeket elég régen olvastam, tehát hogy így mondjuk cselekmény szinten nagyon sok mindenre emlékszem, főleg, hogy újra néztünk egy csomó mindent három éve ugye az első részhez, tehát azért azt tudtam, hogy a nagyon nagy meglepetések nem fognak érni. Azt is gondoltam, hogy nem biztos, hogy mondjuk a változtatások a könyvhöz képest, azok most olyan baromira fel fognak nekem tűnni. Tehát, hogy ilyen szempontból se volt az, hogy új, most félek, vagy nagyon várom, hogy mi lesz az, ami esetleg különbözni fog. Én igazából azt vártam, hogy milyen lesz visszahelyezkedni majd a, a tűnének a világába, abba a világba, amit a, a Vilnöv felépített. Ö, és ö, ja, igazából igazából ez, ez volt a, a legfőbb várakozásom, meg nyilván kíváncsi voltam az új szereplőkre is, ö, meg kíváncsi voltam arra is, hogy a Timothy salamé milyen lesz a transformációja, mert az elkezdődött már egy kicsit az első rész, vége felé, de hát nyilván itt fog ebben a fejezetben kiteljesedni, vagy itt járja be talán a legnagyobb utat. Arra is nagyon kíváncsi voltam. Aztán hát ugye a, a, az első rész óta láttam a, az elvis és abban az Austin Butler-t, és azóta vagyok Austin Butler fan, úgyhogy arra is kíváncsi voltam, hogy ő milyen fejdrauta lesz, aki általában a, az egyik leghálásabb és legszórakoztatóbb szerep minden adaptációban ja, szóval körülbelül ezekkel, ezekkel, vágtam neki, és, és igazából ezt a Letterboxdos kis mini beszámolomban írtam, hogy így nagyon nem voltam abban a headspace hogy úgy nagyon tudjak koncentrálni, mert mindenféle egyéb dolog járt a fejemben, és ennek ellenére teljesen be tudott szippantani a film. Tehát nem, arra, nem, ez, ez nem úgy kell érteni, hogy így elkalandoztam volna közben, vagy így unatkoztam volna, vagy máshol járt volna az eszem, csak mondjuk. Tehát tényleg a, 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 egy, egy gyengébb film az lehet, hogy elvesztett volna abban a, 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 azon a péntek estén, és, és a dűnének nem sikerült elveszítenie, tehát hogy teljesen teljesen a hatása alá tudtam kerülni így is, még, még annak, annak ellenére, hogy az agyam az néha nem funkcionált a leg, legmagasabb, legmagasabb fordulatszámon. De szerintem egyébként ez a film arra is jó, hogy ha valaki csak így hagyja magát sodortatni az atmoszférájával, az eseményekkel, a karakterekkel. Ez talán, ez nem tudom, de talán azoknak is lehet ö, hasonló élmény, akik mondjuk nem olvasták a könyvet, és így elsőre el vannak veszve a sok kifejezésben, meg a mitológiában, meg a lórban. Ezt ez nyilván olyas valakit kell megkérdezni erről, aki, a, akire igaz ez a leírás, de én azt képzelem, hogy. Ö, ö, Egyrészt a film azért ezeket nagyon jól adagolja, meg így érthetően adagolja szerintem, de ha esetleg valaki elveszne, akkor is azt gondolom, hogy hasonló élménye mind nekem lehet, hogy így csak így hagyja magát sodortatni vele, és így hagyja, hogy így átmossa ez a film. Ja, minden másról majd még később Beszélhetünk ilyen benyomásokról, de kíváncsi vagyok, hogy te mennyire voltál felháipolva a második Jó. rész előtt. Én, én, én is úgy vagyok, ahogy te, hogy nem néztem hozzá a trélereket, és én nem ahogy ritkán szoktam nem nézni trélereket, szóval ott hasonló okokból tettem a mérte is. És nagyon is vártam én is ezt a második részt, és szintén a casting engem is nagyon izgatott, nem csak a ez általában emlegetett Austin Butler, akit szintén nagyon-nagyon vártam, hogy azért róla óhatatlanul is láttunk képeket, meg egy-egy ilyen jelenlet szeletecskét, hogy, hogy hogy fog kinézni, és hogy fog viselkedni a filmben, szóval az elkerülhetetlen volt. De kíváncsi voltam arra is, hogy milyen lesz a császár, egy Christopher Walken. <laughs> Majd róla mindenképpen kell még beszélnünk. És... Mm, az első rész alapján ugye én, én elég magas elvárásokkal ültem be erre a filmre, és ahhoz képest egyébként az én elvárásaimat már felül tudtam múlni, Dani Villeneuve. Teljesen lehengerelt ez a film. Ugyan látom egyes hibáit, mert látom, hogy szerintem történetmesélésben szükség lett volna egy erősebb, biztosabb vagy tapasztalta bírói kézre, de mindezek mellett a, a film annyira tényleg ahogyan te is fogalmaztad, hogy át tud mosni, tehát úgy, úgy tudsz vele, úgy, úgy, elsodor, hogy már önmagában ez is tökéletesen elégséges mozélmény, és ez igazi nagy, nagy betűs mozi élmény. szerintem ezt nyugodtan lehet ezt az elcsépelt kifejezést használni. Erre már akkor is megéri beülni, ha csak tényleg tátott szájjal bámulni akarsz valami olyat, amit még soha nem láttál. <laughs> és minden más az igazából ajándék emellé úgyhogy én én, én teljesen, teljesen a film hatása alatt állok teljesen le vagyok nyűgözve lélegzetel állítom tartom ezt a filmet és ilyet nagyon-nagyon régen mondtam szerintem filmre talán valószínűleg az, az avatar környékén